Ilyenkor februárban mi tart minket lázban? A báli szezon és a farsang. Éppen ezért hívtuk meg szeretettel Joli nénit, és nagyon boldogok vagyunk, hogy el tetszett fogadni a meghívásunkat. Édes Joli néni, tessék nekünk mesélni azokról a régi szép farsangokról, azokról a farsangi szokásokról, amikről mi csak könyvből olvastunk, hogy milyen volt akkor egy bál. Olvastál ilyen könyvű? Hát édesem, nagy szeretettel jöttem, nagy szeretettel hívtalak, hát az természetes. De hát ha én elkezdek mesélni, akkor ilyen 12 óra lesz, mi a vége lesz. Maradjunk. De, hogy csak ami lényeges. Jó. Na most akkor mivel kezdjem? Hogy hogyan volt egy bál? Hogy hogyan? Hogyan szervezni? Igen, hogy báli szervezők is voltak, igen. Ugye? Voltak ilyen. Én nem szerveztem, sohasem, mert mindig voltak ugye ezekben a központokban olyan gavallérok, akik aztán csak a meghívókat tűnték célja. Hát nagyon sok bálba voltam, nem tudnám elmondani. Ugye az én uram gazdatiszt volt, és pusztán laktunk, az Eszterházi hercegnél volt egy gazdatiszt, rengeteg dolga volt, 5000 holdakon gazdálkodott. A család meg ugye Viga négy mellette. Mm. Hát igen, azt nem mondom aztán el, hogy 44-ben, amikor bejöttek ezek a drága idegenek, hogy akkor az borzalom volt, de most arról ne beszéljünk. Hát most a bálról milyen ruhába illet elmenni? Ó, édesem, hát az első báljaim bokáig érő fehér zsorzsett ruhám volt. Azt mondták, hát Jolika, hát nem mondom meg, mit mondtak. Szóval elképzelhetitek, hogy egy ilyen bál, amit megrendeznek. Emlékszem erre a kaposvári bálra, akkor ott laktunk Pödöri pusztán, Kaposvártól 15 kilométerre. Ugye akkor nem volt autó, akkor két gyönyörű szürke, meg fekete hintó, meg sárga hintó, azon kocsikáztunk be, ha kellett, ugye? És emlékszem rá, ezek a kaposvári gazdászok, vagy a környékbeli gazdászok a Turun szállóba tartották a bált. Hát ugye mindenki asztalt foglalt persze, nagyon elegánsak voltak a hölgyek. Nem is mondom azt, akkor hogy... Akkor még kellett kesztyűt is viselni, ugye? Tessék? Ilyen szép kesztyűi voltak a hát hölgyek. Hát akinek volt csipke kesztyűje, nem volt fontos. Uh-huh. Én eleinte fölhúztam, de aztán mivel láttam, hogy nem mindenki viseli, mert tulajdonképpen itt mindenkinek kellett volna, hogy a kezén legyen, mert akkor ugye nem feltűnő. És Juli nézlek, mi volt az a táncrend? Hát édesem, ott olyan cigány prímás volt, ott olyan bandája volt ennek. Ezért tudjátok, hogy a cigány prímás az milyen, az mikor körülnéz a vendégeken, az már tudja, hogy kinek fog muzsikálni. Még a nótáját is tudja, hogy mit kell játszani, persze. Azt nem lehet azt elmondani. És a táncrendben be volt írva, hogy ki következik sorba felkérni? Hát tulajdonképpen nem volt táncrend. Nem volt. Úgy értem, hogy nem, például én nekem nem adtak táncrendet. Azt mindig a rendező osztotta ki, ugye? Igen. A rendező azt mondta, hogy ő körbe jár, amikor mondani valója van, és akkor majd ő szépen mindig megmondja, de nagyon kérte, hogyha valaki valamilyen szeretne, valami különös táncot, vagy valami különös zenét, hogy azt ő neki sugja meg. Hát aztán én gyakran súgtam neki. És nyitócsárdás, vagy palotás, vagy ezek... Hát palotás az volt, igen? De az nem, az érdekes, hogy ott Kaposváron azt nem nagyon szerették. Eszterházán volt aztán még egy nagyon nagyszerű bál, amit nem felejtek át sohasem, majd azt elmondom utána. Most Kaposváron vagyunk. Igen. Hát ugye mindenki átfoglalta a helyét, aztán jött egy nagyszerű tánczene, amit mindenki ülve hallgatott, és hát egyszer ez is előfordult, hogy egy nagyon jóképű rendező odajött hozzám, és meghajtotta magát, és azt mondta, hogy szíveskedjék megengedni, hogy együtt táncoljuk a bemutatót. Hát engem a cigány elé vitt, tudjátok, gyerekeim, imádtam táncolni, de tudtam is. Én néha figyeltem, hogy kinek a lába hogyan jár. Hát én rajongtam a táncot. A cigány meg látta, attól fogva aztán csak tudod, hogy abban, mikor a cigány prímás. Akkor még lány volt a Julinél, vagy már fiatalasszony? Fiatalasszony voltam. Lánykoromban diák, ugye 20 éves koromig diák voltam.
és akkor a Lloydban volt Győrben a diákbál, meg nálunk az intézetben nagy diákbálok voltak, a fele Magyaróvári Gazdász Banda ott akart lenni. De csak az jöhetett be, akit előzőleg bevittünk az igazgató úrnőhöz, és bemutattuk. Jani néha is volt ilyen, hogy bálanya? Bálanya? Bálanya, igen. Én nem voltam bálanya, én mindig bál... Előtt Antus bál... Bál kisasszony. Bál királynő. Bál kisasszony. Na, úgy bál király. Ugye aztán aztán tantolni. És a petrezselymet árulás, az nagyon nagy... Nagy szégyen volt egy lánynak. Ott nem árult petrezselymet sem. Még azt sem, aki szükátné magunk. Aki ott meg volt hívva, ott akkor fölkérte. Tehát olyan nincs. De amikor engem oda elvitt az a rendező, a cigány elé, hát az nem igaz. Akkor még egy percig csönd, senki nem tartott ott, csak mi ketten, hát azt nem lehet elmondani, ugye az a remek volt, sose felejtem már. Tehát mindenki jött be táncolni, és amikor tünet volt, akkor csak a cigány muzsikált, mi meg aztán ugye vagy falatoztunk, vagy kimentünk, meg bejöttünk, akkor lehet egy sétálni. De például a másodszor a bekezdéskor, ott mindenki fölállt, és a háta mögött sorba voltunk. A háta mögött állt a táncosa. Mert ez egy ilyen négyes, vagy milyen tánc volt? Én arra nem emlékszem, fiam, a Misla, csak ugye az egymást megtörgatták, meg igen. Valami volt, valami pár kis lépés, ez olyan kis bemutató volt azoknak az öreg négyiknek, akik ugye üdögáltak a szépen. És akkor meglézték a persze, hogy lássák mindenkit, aki táncol. És Jali néni, mikor még lány volt, akkor az igaz, hogy mindig a szülők is mentek a bálba, és hát édesem, onnan figyeltek. Igen, Rába Tamás híva volt a szülőfalú. Ott volt édesapám, igazgató, kántor tanító, tizen voltunk testvérek. Istenem! Tíz ragyogó olyan testvéreim voltak, édeseim, egyedül maradtam. De semmit nem sírok, mert mindenki 90, meg 91 éves volt. Édesapám 92-ben volt, de olyan szépet, mint az én édesapám, én Washingtontól Debrecenig nem láttam. Édesem. Azt én büszkén mondom, nem kitalálom. Nagyon szép volt. És Jöli néni táncolt az édesapjával is egy ilyen bálon. De, hogy is hát nem? A fiúk, nem, a nem volt divat? A fiúk olyan hatalmas, szép gyerekek voltak, szép fiúk, férfiak voltak, de hát az idő eltelt, és egyedül maradtam, és most engem csodál mindenki, hogy én 92 éves koromban itt ellődörgök az országban, minden felé, ahova hívnak, tényleg hívnak ám. Hát, mert mindenki szereti a Jöli nénit. Na most aztán édesem, én egyszer emlékszem rá, ott csodálatos volt. Meghívták az egyik turulvágba nagy katonai megmozdulást, amikor gyakorlat, nagy gyakorlat, katonai igen. Nagy gyakorlat. Igen. Aztán ezek a rendezők, ugye hát illet nekik csinálni, meghívták a tiszteket. Hát aztán volt egy ilyen botrányos nagy hódításom, de őrület lett a vége. De hát aztán én nem bírtam az ilyet, meg én nagyon hűséges természet vagyok. Drága jó Janélkém, ott ült a 34 éve halott, 104 éves lenne most. 12-vel volt nálam idősebb. Imádott engem. Azt el nem lehet mondani. És ő ült a barátaival az asztalunknál, és egyszer csak oda jön egy katonatiszt, és meghajtja magát, és bemutatkozik, és mondja, hogy szabad elvinni, táncolni. Mondom, ha nagyon jól tud, akkor szabad, mondtam én neki. Hát aztán ránéztem a Janőkémre, és ő is bólintott, hát ott azért volt mindenki, aki ott volt, hogy táncoljon magát. Ez remekül táncolt, ez a százados. Na, de hát a végén botrány lett belőle. Félvillat, hogy csak felejtem el. Párbaj! Mi? Párbaj! Hát kérlek szépen, majdnem. Na most arról volt szó, hogy ugye rengeteget elkértek tőle. Hát ugye a kollégák ismertek bennünket, jó barátaink is voltak ott. Elkértek folyton, és hát folyton. Tehát mi vittek a cigány elé, meg ott jártam, nem jó, nem jó, vidd el, aztán a kapuba kiállni. Nem énekeltem, hát feltűnőséget nem csináltam. De úgy táncoltunk mi ketten, hogy senki se. A csárdás volt a kedvence a Jóli néninek? Én nekem kedvencem volt, de a tangót is nagyon szerettem. A tangóval ugye az ember a tarararalla, hát elgett oldalt a tangóval, de a
csárdást, azt a cigány úgy élvezte, hogy a primás, hogy nem hiszitek el. De. Az mindig állandóan egy fél métert is jött utána. De kár, hogy ez kiment hát a divatból. Milyen kár, hogy ez kiment hát a divatból. Édesem, az egy remek volt, hogy amelyik táncosnál látta a primás, hogy az élvezi, hogy az a szívéből jön, az el se hagyta. Volt olyan est, hogy én mellőlem egy métert el nem ment. Mert ugye aztán közben én csak rápislantottam, meg megsuttam neki, melyiket muzsikálja, csak dirigáltam, rengeteget csukdoztam. Hát elég az hozzá, hogy ez a százados mindenkitől visszakért. Közben aztán mondtam neki, hogy most azt hiszem vacsora kezdődik, meg kellene tudni, hogy akkor kíséljen vissza. Akkor ha visszakísért, de ott leste, hogy mikor teszem le a villát meg a kést, és mikor intett a cigánynak, hogy kezdje, mi kezdtük? Majdnem minden tántot mi kezdtük. De. Hát aztán a vége az lett, hogy az uram valamelyik kollégáját megkérte, hogy ne adja oda. És ez a katonatiszt meg majdnem kívta párbajra. Azt mondta, hogy ilyen nincs. Mindenhol, aki táncosok vannak együtt, azt fölkéri azt a hölgyet, akit akar, és azzal táncol, azt mondta neki ez a gazdás barátunk. Igen, de ön abban a pillanatban visszakérés ilyen nincs. Úgyhogy ott van botrány, egy gyerekek, az egész táncos társaság, meg vacsorázó társaság figyelték, este röhögtek, hogy mi van, ugye? Mi lesz? Szenzációs volt. És Joli néninek sokan udvaroltak lánykorában? Tessék? Sokan udvaroltak? Volt 9 kérőm. De tudod miért? Tudod miért? Miért? Azért már egyszer egy gazdász, akivel bógniztunk, a két nevelőnőnk állt a tópart, a pálya két szélén, akik jöttek ki velünk, 25-en kocsajáztunk, és egy óvári gazdász itt megnyomta az oldalamat, mikor ugye bógniztunk. Igen. Tá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá. És gyönyör, nagyon jól tudtam kocsit. Te mit tettél, meg kocsijálni, nagyon jól tudtam. És én úgy rúgtam a sipcsoncsát, az egyes korcsolyámmal, mikor megnyomta az oldalamat, hogy hát nem hiszitek el. Levitték a pályáról, és két hétig nem tudott korcsolyázni. Mondtam a barátainak, de ide figyeljenek, fiúk. Mindegyik így jár. Az ó, nagyanyja, ha megenged, de annak nyomogassa az oldalát, ne az enyémét. Na most aztán ezt mindenki megtudta, az egész óvári gazdát banda, vigyázzatok ám a Jászai Jolival, nehogy valamelyiknek hozzá így, csak ugye ki finoman. Jöli néni drága is, ugye hát akkor voltak ilyen nagy vacsorák is, és a farsangi fánk, az ugye akkor is híres dolog volt, mert most édesem, is elmentünk. A, és... a farsangi fánk az már olyan megszokott volt, mert ugye hát rengeteg vacsora ment, rengeteg vacsora. Minden szombaton már ezek a gazdatisztek rettentő elfoglalt emberek voltak, ugye hát képzeld el ekkora gazdaságban. Hát szombaton este mindenki szabaddá tette magát. Megmondom a fánkot, azt a feleségeik sütötték. Minden szombaton másnál volt a vacsora. 38, 30, 42. Mekkora házak kellettek ahhoz, hogy olyan vendég elférjen. Óriási lakott. Tessék elképzelni, hogy mi is elmentünk Csilla nagymamájához, és ott sütöttünk egy kis farsangi fánkot, hogy nekünk is legyen egy kis farsangi hangulatunk. Persze nem olyan, mint a Joli néni átélt. Tulajdonképpen, ha a fánkot szerette a társaság, máskor is sütöttek ott, nem ilyen főztem, volt, aki főztet. De nagyon finom is a farsangi fánk, de az mondjuk nem is volt már nekünk. Az inkább csak ilyen vendéglőkben ott csinálták ilyen nagy hűhóval, ugye? Azt a nevét is a farsangi fánkot. Nagyon sokat táncoltunk mi akkor úgy szombatonként, ott, ahol voltunk. Jöli néni drága, és abban az időben frakba és nagy estélybe, hát vagy a bálon pedig... frakba, fehér nyakkárdiban, van, aki fekete nyakkárdiban. Ugye, hogy az úgy volt, hogy a meghívóra azt írták, hogy fehér csokor, az azt jelentette, hogy frakba kell a férfinak és nagy estélybe a nőnek, fekete csokor a smoking és kis estély. Édesem is, most nagyon sok helyen nem tudják, hogy nem. A smokinghoz is fehér nyakkárdiban. Igen. Csak a pincérnek volt fekete.
És az igaz, Joli néni, hogy, hogy egy hölgy csak olyan férfival táncolhatott, akinek be lett mutatva, illetve hogyha nem ismert, akkor be kellett mutatkozni. Hát a dobolom csak nincs, hogy is van, hát nem fölkérni. Nem, ám, az nem hát, volt. És amikor a tánc befejeződött, akkor mindig vissza kellett kísérni. Akkor visszakísérták az asztalunkhoz, meghajtotta magát, és megkérdezte, hogy szabad-e újra jönni. Mondom, majd kicsit, hogy ki kér. Júli néni, és a muzsikálás, a szerenádozás, az a bál után volt, vagy az egy májusi dolog? A kis angyalom, az tulajdonképpen az én kis tülőfalunkban szinte minden nap volt szerenád. Ez az aranyos kis, ez az aranyos kis egyetemista fiú, aki négy évig nekem udvarolt, aranyos kis fiú volt, aztán olyan, ugye hát hozzánk se ér, hát más világ volt. Más világ. A szerelem is más volt. Most 10 évvel ezelőtt volt az öcsémnek, a drága jó öcsémnek az 50 éves aranylapodalma Budapesten. És mellém ültették azt a kis fiút, aki nekem 4 évig hegedült a kis zsalugáteres fehér ablak alatt. Képzeljétek el, ha én most hazamegyek tavasszal a kis falumba, áll az az édes kis ház, a szüleimé. Nem lehet elmondani, hogy hogyan megyünk oda, a udok, a húgok, meg öccsök, akik ekkorák voltak, mi a kislányok, amikor ugye nyaranta hazajöttek a drága szüleimért, sokan voltunk. Na most ott tartottunk, majd aztán ezt folytatom. Jó. Ott tartottunk, hogy... Hogy szerenád. Jaj, Istenem, a szerenád. Akkor meggyújtottam a gyertyát. Igen. És egy pillanatra letettem az ablakba, igen, és az 2 percig éghetett. Igen? Igen. És ennek ez volt a törvény? Ennek az volt a törvénye, hogy 1-2 percig annak ott égni kell. Már másképp nem fogadták szeretettel a szerenádot. És utána el kellett fújni? Csak 2 percig éghetett, és utána... Ugye usjára csorogtak ott tovább 2 percnél. És akkor szépen elvittem, elfújtam. De hát akinek nem gyújtottak, az biztos, hogy a többet nem ment oda soha szerenádot adni, az biztos. És az Eszterházi bálon mi történt? Hát ott szenzációs volt. Jelmezbál volt. A Haydn muzsikaházban volt a bál, és hát az ötes rettegi tisztek, mindenki ott volt, rengetegen voltak. Minket akkor helyeztek oda André Nagyorba előtte egy hónappal, úgyhogy én ezekkel még akkor nem nagyon jöttem össze, csak akinek viziteltünk. Aztán mindenki jelmezben öltözött, én mondtam, én nem mondom meg senkinek, hogy én mi leszek. Nem is tudták, nem is mondtam meg. Gyerekek, akkora sikerem volt be, én beöltöztem otthon, sütyiba mentünk el, sötétbe, beöltöztem gartai parasztlegénynek. Bokáig jövő, ilyen bűgatyám volt, szenzációs volt. Mellényem, purit, a nagy ujja, egy kitűnő betyár kalap, egy ilyen kapuvári nagyszerű kalapom volt zsinórral, és egy kitűnő állartom. Engem senki nem ismert meg, de megmondta a rendezőm, aki tudta, hogy drága, aranyos, kisnagyságos, nehogy megszólaljon, mert ilyen hangja nincsen senkinek, hogy én nekem borzalmas. Én tudom, hogy én nekem borzalmas, csúnya hangom van. De, hogy nem. Csak mióta szeret az egész ország, már én is imádom őket, azóta nem baj, hogy ilyen a hangom. De vigyázzom, mert én nem is szóltam. Csak kinéztem a bálozók közül, hogy ki az a nő ott, aki jól táncol, bokáját néztem. Olyan el is kerültem, amelyik csak úgy liget lógott ott a cipője. Hát nem kértem föl. Hajnali 3-ig rogyásig táncoltattam a jó táncos hölgyeket, és sugdozták. Hát ki ez? Nem ismertek föl, mert előtte, pár héttel előtte csomagoltak minket oda, és hát nem ismertek. Csak egy páron, ahol viziteltünk, aztán majd ugye, aztán később, hát jobban jöttünk. Elég az hozzá, hogy a szenzációs volt. 3 órakor, mikor mindenki sugdozott, hát ki ez? Hát ki ez? Már majdnem mindenki tudták kicsoda, de rapityára tántultattam őket. Összeestek, lezuhantak oda a székükre. Én nem fáradtam el, engem a tánc nem fáradtott, tehát csodálatos. És akkor eltűntem. Senkinek nem szóltam, az én Jenőm szobalánynak volt, ötözött egy olyan szerény komoly ember volt,
a görög meg a latin volt a mindene, az anyanyádi szinten tudta, ilyen tudós ember volt. És ott nem kérték föl férfiak, hogyha ő lánynak volt öltözve? Hát Joli néni is fölkérhette volna. Ő nem szeretett táncolni. Jaj. Ő inkább mindenkinek vitte pohár vizet. Igen, nem szeretett táncolni. Nem is tudott, nem is szeretett. Úgyhogy ha valahol kedvőrött valami, ő engem két pillanatra fölkért tisztességből, mert ugye úgy kell, és akkor ő már nem is táncolt. Ő föl se kért senkit, nem volt. Joli néni, tetszett hozni néhány fényképet? Szabad megkérdezni, hogy mik ezek a fényképek, hogy megnézhetnénk. Kis angyalom, itt annyiféle. Mindjárt ott át befejezem. Jaj, bocsánat, még nincs vége. Ezt befejezem, hogy eltűntem. Igen. És visszajöttem gyönyörű esti ruhámba. És leültem, és nagyon kedvesen beszélgettem, és senkinek nem feltűnt, nem. Csak néztek, hát a Joli hol volt eddig? 10 perc múlva valaki felordított. Hát a Horváth Jenőné ott van esti ruhába. Hát nem ez volt a betyár. Mondom, csönd, erről nem beszélünk. Szenzációs volt, újságírók jöttek, nem lehet elmondani, de azt a bált nem felejtett el senki, mert mindenkire megülmulatott, az igaz. De én aztán ott kitartottam. Le is rogytam, le is ültem, reggelig föl se kártam. Kaposváron meg a turulszállóba, a szenzációs volt, ahol ez a katonatiszt bemutatkozott, ezt már mondtam nektek, hogy a legvégén azt mondtam neki, most legyen szíves, vedesen helyre, befejeztük. Azt mondja, hát most kezdjük, mondom, nézzen az ajtóra, mit látott? Azt mondja, egy gyönyörű bundát, az az én bundám, csak vedesen oda, mert itt hagyom. Az azért van ott, az a bunda, az uram szólt biztos a pincérnek, hogy tartsa ott, majd a feleségem csak meglátja, és akkor oda jött és kikérte magának, az a katonatiszt, azért hülye volt szegény, hogy hogyan, hogy ő neki idáig kell kicsérni a táncosát. Mondtam neki, csak nagyon csöndben legyen és nagyon hallgasson, mert aztán a végét ne várja meg. De belebújtam a bundámba, Jenőkém már ott állt, föl a kocsira, hazavártásnunk, azt mondja, drágám, azt mondta, ne haragudj, hogy befejeztettem a... De most már nagyon elég volt, mondom, édesem, itt nekem a legjobb, aztán a prémes galériáról rajtottam a fejemet hazáig, legalább ott pihentem. Sok szép ilyen bálunk volt. Rengeteg rendezés, befejezés, újságcikk a végén, nagyon jó volt. Na most hát nézzük meg a fényképeket. Ja, a képeket. Na várjál csak, hát itt például a legidősebb kis fiam volt. Ezek nem fiatal képek. Igen. A fiatal. Fiatal, ez itt, amit tetszett mondani, 15 éves rajta. Na, ezt akartam. Igen. Ezt azért hoztam el, mert máma vettem ki reggel a vitrinemből. Igen. Ez ott van egy Jászai Mari zászló, meg egy babérkoszorú mellett. Ezt ki se vettem még soha, csak nektek. Ott ül Jászai Mari, a nagynéni, édesapám testvére. Nem is ismeri senki ma. Ezért 1850-ben született. A Jászai Mari, tehát hogy ne tudunk róla, persze, de hát nem ismerni. Persze, itt van az egyik nővérem, itt a másik nővérem, ez a Keserű Jánosné, itt volt az ura kisgazdapárti Alispán, az Ilus néni, a Lőveibe tanított 30 évig. Mindenki ismeri Pécset, akit tanított, mindenki is. És ott ülök én a Mari néném lábánál, 15 éves vagyok. Hát meg a kis unokajöcsém. Nézzétek meg, azt azért hoztam. Köszönjük szépen. No, itt még csak 3 gyerekem volt, egyébként 5 van, de itt még kicsikék. Klárikám, Zoltánkám, Bandikám. Nézd, most hát azért hoztam, hogy lássátok, hogy 28 éves vagyok rajta. Jaj, de szép a Joli néni. Igen, ez egy jó kis kép. Nagyon hát persze odahozza, 100 000 kép van a falon, meg albumokban, meg minden rengeteg, nem is tudom, mi lesz azokkal, ha engemet eltemetnek. Mondtam a gyerekeknek, hogy mindenki egy részét várja ki, aztán vigye haza, hát rengeteg a kép. A szobámban is van egy ilyen sarok, az Jászai Mari, mind az ő képei. Színészképei, civilkép, a másikban rengeteg sok gyönyörű gyerekkép. Gyerekek, az élet, az csodálatos. Persze aztán volt, ami szomorú volt, meg bánat, meg kegyetlenség, arról nem beszélek senkinek, bár az nem is kíváncsiak. Megyüttek az oroszok, aztán állásuk megszűnt.
Bálok megszűntek. Bálok. De most újra vannak bálok, és nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen... Mit köszöntök? Sok minden szépet és érdekeset. Tetszett mesélni. Jaj, de gyönyörű. Igen, mondjad édesem. A kezdő bálónok nevében nagyon szépen köszönjük a Joli néninek, hogy ennyi mindent elmondott nekünk. Fogadja szeretettel ezt a csokor virágot. Hát az gyönyörű. Édes kis angyalom, köszönöm szépen. Hát a tényleg gyönyörű. Te, drágám, édesem. A gyerekek gyönyörű az a kis csokor. Mennyi? Ovi, csokor. Boci csoki. Boci csoki. Jaj, de aranyosak. Jó lesz, szeretem. Mindjárt, hogy kapjanak valamit. Igen. Hát borzasztó sok érdekeset tetszett elmesélni, és annyira fáj a szívem, hogy a mai fiataloknak nem lehet ilyen élményekbe részt. Kis angyalkám. Én annyira szeretném, ha nekem szerenem. Az az igazság, hogy egészen más. Más a világ. Fel kéne eleveníteni ezeket a szép szokásokat. Sok helyen áll más élem, úgykor egyszer valahol... Nem is tudom, talán Miskolcon vagy hol. Eljönnek ám értem. Pápáról is, 3 óra kocsival. Most is eljöttek vörös berényből. A Bekelaci, ez a Bekegélaci, ez a gyűjtságíró, régi barát. Eljött értem, elvittek. Hát az a 600 ember, hogy azok érám ragyogtak. Aztán mondták Jolini, tessék a verseidből. Ja, kiadta az egyik Katalin barátném Amerikából, megjött, kiadta a verseimet. Isten, 10 000 példányból, hát felit előfogadtam. Ilyen helyre, ahol ugye öregekhez mentem, hát ott én nem is kívántam érte semmit, de elosztogattam. Most már csak egy van, amit eltettem az egyik kis unokámnak. Rengeteg kis versem van, nagyon szerettem. Az egyik kis versem, amit nem is régen írtam, Rába Tamásiba, a fal ősszel volt, a falu egyik hátfalán. Talán 10 éve. Kis falunkban dalat harangoznak. Ezek a harangok dalolnak, ha szólnak. Nekem cseng-bong minden kondulása, mintha emlékezne életem szép gyerekkorára. Kis falunkban kelepel a gólya. Szárgyát próbálgatja 3 nagy fióka. Nem sokára ők is elbúcsúznak. Messze mennek, csak ide vágyakoznak. Kisfalunkban az emlék is álom. Rám ragyog szép, harmatos ifjúságom, amikor a rózsák nekem illatoztak, a csillagok szemembe ragyogtak, a mesék is mind életre keltek, s fehér fájtlat szőttek az ártatlan szerelmek. Nagyon szépen köszönjük. Ne köszönj, édesem, nagyon boldog voltam, aranyosak voltatok. Köszönjük szépen, és a kedves nézőktől is elbúcsúzunk. És... Hát aranyosak, hogy még itt is volt nézőközönségünk. Tinnériák. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. Legyenek velünk legközelebb is. Márciusban ismét jelentkezünk. Hát ilyen öreget hallgatni.